2023-ban a cég kifejezetten jól teljesített, még körülbelül egy olyan 13%-kal az árbevételi tervünket is sikerült meghaladni. Ennek számos oka volt. Már eleve egy elég sok rendelésállománnyal indultunk neki a 2023-as évnek. Az egyik oka, hogy az építőipari ágazatban végzett munkák azok kimagaslóan teljesítettek. Főleg a város felé nagyon sok olyan turisztikai és egyéb építőipari munkába tudtunk részt venni, ami úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Megújult a tévétorony környezete például, illetve a tévétorony külseje, illetve műszaki beavatkozások, beázások megszüntetése történt, illetve számos olyan turisztikai attrakcióban, mint például a Tölgyek útja, túraútvonalak, Mária kegyhely kivitelezés, szoborállítások, illetve különböző köztéri attrakcióban való részvétel, akár burkolás, akár faipari vagy pad, asztal, egyéb munkákban tudtunk részt venni. Ugye a tavalyi évben emiatt ez egy jelentős eredmény volt, amire előzetesen azért ennyire nem számítottunk, illetve a tavalyi évben a Munkás Hotel teljesítménye is nagyon jó volt, több mint 92% fölötti állandó terítettség volt, nagyon sok munkavállalóval, több mint 14 különböző munkaerőközvetítő, illetve építőipari egyéb céggel, és nyilván a munkáshotelt mindig egy kicsit óvatosabban 70-80%-os terítettségre tervezzük, és emiatt történt egy jó eredmény, valamivel több mint 760 millió forint árbevétel és 60 millió forint fölötti adózott eredménnyel tudtunk zárni. Sikerült-e valamilyen saját fejlesztést megvalósítani a 2023-as évben? A saját fejlesztések között igazából az építőipari részen történtek kisebb fejlesztések, nyilván ami szükséges, nagyobb gépvásárlásnál teherautó beszerzés, régi gépkocsi teherautónak a cseréje történt meg, valamint a tavalyi évben az energia hatékonyság miatt tovább folytattuk a 3-as épületünk, ami több mint 600, közel 600 négyzetméteres épület, nyilászáró ablakhajtó cseréket, valamint 2 épületünknek a teteje is hőszigeteléssel látott került elhelyezésre, mivel amúgy is a vízszigetelést fel kellett újítani, és így most már csak egyetlen egy olyan épületünk maradt, az iroda épület, ami tulajdonképpen egy 25 éves javítás után felújításra vár. Egy hosszú távú tervben ezt mindenképpen szeretnénk majd megcsinálni. A 2024-es évre hogy alakult az üzleti terv, mik a főbb számok? Mindig óvatosan próbálunk tervezni. 12 millió forint körüli nyerességet terveztünk, és mintegy 680 millió forintos árbevételt. Itt nagyon fontos egyrészt nem csak a fix területek ingatlan kezelés, hanem a munkáshotel teljesítménye, valamint az építőipar is. Egyelőre azt látjuk, hogy itt egy stagnálás van. Reméljük, hogy az év második felében kicsit jobban beindul mind a két ágazat, és akkor biztosan tudjuk teljesíteni az idei tervünket is. Idei évre fejlesztés, valamilyen gépbeszerzés vagy bármi más? Hát az idei évben szeretnénk befejezni a 3-as épületünknek, még van egy első szárnya, ahol a nyílászárók cseréje körülbelül még egy 30% hiányzik, azt szeretnénk megvalósítani, mert azt követően akkor azt az épületet is külső, illetve fűtéskorszerűsítés, illetve külső szigetelés szeretnénk, ami valószínűleg már a jövő évre fog áthúzódni. Erre igazából a forrásunk megvan, mindenképpen érdemes megcsinálni, mert akkor minden udvari épületünk ezt az egységes formát fogja felvenni, és akkor azt gondolom, hogy azokra legalábbis külső és energetikai szempontból 10-15 év biztos, hogy nem kell költeni.